A Diákolimpia himnuszával kezdődött az az esemény, amit a Barci Kard Kft. Első alkalommal hívott életre az első nagy sportág választósú néven a Color City-ben. A nem mindennapi programon először Szitka Péter polgármester köszöntötte a barcikai tanulókat, majd csatakiáltással buzdította a gyerekeket a programon való aktív közreműködésre. Őt követően Dobi Zoltán, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség asztalitenisz szakágvezetője invitálta a résztvevőket a július 20-ai Kennedy Shriver emléknap helyi, színes versenyeire, koncertjeire. A rendezvényen 17 sportegyesület, a birkózók, a súlyemelők, a ritmikus gimnasztikás lányok, a karatékák, a vízilabdázók, az atléták, a teniszezők, a tollasozók, a triatlonosok, a kézilabdások, a KBSC utánpótlás játékosai, a röplabdások, a kosárlabdázók és a jégkorongosok adtak ízelítő tudásukból, eközben pedig az érdeklődő diákok megismerhették egy-egy egyesület múltját, eredményeit, de szó esett az edzés időpontjáról és a klubok elérhetőségéről is. Mindezt két alkalommal láthatták a gyerekek, hiszen a hatalmas létszám miatt először a barcikai alsós diákok, majd pedig a felsősök látogattak el a Don Bosco sportközpontba. A benti programok mellett az intézmény melletti füves területen az érdeklődő tanulók kipróbálhatták többek között az íjászatot, bepillantást nyertek a sziklamászás rejtelmeibe, és kerékpározhattak is. Megkérdeztünk néhány diákot, hogy érezték magukat a színes programon, amire a következőket válaszolták. Nagyon tetszett amúgy, élveztük, a zene is jó volt a végén. A koncert, és az, hogy ennyire felkészült volt mindegyik egyesület. Atlétika, meg a, hát, a kézilabda, meg a röpi, ezek tetszettek. A show második felvonása ünnepélyes pillanattal indult, hiszen idén is átadták a Kazincbarcika város sportjáért kitüntető díjat, amit ebben az évben a 2016-2017-es tanév országos diákolimpiai pontversenyen elért első helyezésért a kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolának ítélte a szakmai kuratórium. Az elismerést Kondornéz Tojka Ágnesnek, az iskolai igazgatójának és a sportolóknak Szitka Péter polgármester és Viszlai István, a Magyar Diáksport Szövetség regionális irodavezetője nyújtották át. A sportág választó show meglepetés vendége a kazincbarcikai születésű Deniz, barcikart és fonogramdíjas rapper, énekes és dalszövegíró volt, aki zenéjének mondani valójával saját maga is mozgásra ösztönözte a tanulókat. Én régen nagyon sokat sportoltam, most már ez kevésbé látszik rajtam. Szerintem nagyon fontos, nem csak egyébként maga a sport, hanem az, hogy szellemileg, meg mentálisan az ember egészséges legyen, nyilván, hogy a táplálkozására is odafigyeljen, emellé pedig a sport is nagyon lényeges. Szerintem amiatt is fontos ez a dolog, mert hogy ha így visszagondolok én is így a fiatalabb, még fiatalabb éveimre, akkor így középiskolában tűnt el mindenkinél a korosztályomban az, hogy sportolunk. Úgyhogy szerintem egy ilyen rendezvény is, ahol bemutatnak különböző sportágakat, ahol a gyerekek látják egyáltalán, hogy mit tudnak választani, meg hogy milyen sportolási lehetőségeik vannak. Ez fontos, mert hogyha nem sportol az ember, az meg később megbosszulja magát. A városvezető és Kovács László önkormányzati tanácsadó a rendezvényt sikeresnek ítélték. Ha ezek közül a fiatalok közül már sokaknak egyébként felkeltjük a figyelmét arra, hogy valamelyikbe becsatlakozom, valamelyik egyesület munkája felkeltse az ő érdeklődését, és ő mozogni is szeretne, és egyébként jár is, és akarja ezt, akkor azt gondolom, hogy ez a sportágválasztó el fogja érni az eredményét, a célját. Én bízom benne, hogy egyébként ennek nagyon nagy híre lesz, és egy tradíció lesz, és ezek az egyesületek, akik itt vannak, azoknak külön gratulálván, az egyesületi tagjaikat fel tudják tölteni, és rengeteg fiatalnak tanítják meg a sportnak a szépségét. Én úgy érzem, hogy lesz folytatása, ezt folytatni kell mindenképpen. Várom a visszajelzéseket, természetesen a finom kritikákat is, de azt gondolom, hogy kell, hogy legyen folytatása. A következő lép az lenne, hogy a gyerekek, a diákok, a nebulók kipróbálják a sportágakat, menjenek el a szakosztályokba, vagy a szakosztályok menjenek a gyerekekhez. A tanácsadó hozzátette,
bízik abban, hogy a Nebulók a jövőben megtalálják majd a számukra legmegfelelőbb sportágat és egyesületet Kazincz Barcikán. Az első nagy sportág választó show teljes egészében megtekinthető május 11-én pénteken 18 órától a Color TV Helyzetkép című műsorában.